A hétköznapokban a széndioksziddal általában gázhalmaz állapotban találkozhatunk. Ebben a kísérletben elsőként száraz jeget fogunk előállítani. A száraz jég készítéséhez egy széndioxidos gáztartályt használunk, amelyből nagy sebességgel kiáramló széndioxidot ebben a kis tartályban fogjuk fel. A gyorsan kitáguló gáz lehűl, hőmérséklete az olvadáspont alá csökken. Íme a száraz jég, a szilárd széndioxid. A széndioxidot normál nyomáson, tehát gáz és szilárd halmaz állapotban is megkaphatjuk. Mi történik akkor, hogyha ezt a szilárd széndioxidot egy összezsugorított PET palacba töltöm? A széndioxid apoláris molekulái között gyenge disperziós kölcsönhatás van, ezért a széndioxid könnyen szublimál. A tartályban száraz jég, tehát szilárd széndioxid, fölötte pedig gázhalmaz állapotú széndioxid található. Az idő előre haladtával a szublimáció hatására növekszik a palacban a nyomás, és ilyen nyomás mellett akár a folyékony széndioxid is előállítható. Itt a szintelen folyékony széndioxid. Ha a nyomást újra lecsökkentjük a légköri nyomás értékére, a széndioxid ezen a hőmérsékleten újra szilárd halmaz állapotú lesz. Sokak számára ismert, hogy ősszel a borkészítés idején a borosgazdák égőgyertyával mennek le a pincébe. Ennek oka, hogy a keletkező széndioxid nagyobb sűrűsége lévén a pince alsó részén gyűlik össze. Demonstráljuk ezt a jelenséget egy egyszerű kísérlettel. Egy pohárba száraz jeget helyezünk. Szublimáció hatására a pohár gyorsan széndioksziddal telik meg. Nézzük meg, mi történik, hogyha a nagyobb sűrűségű széndioxidot áttöltöm az egyik pohárba. Látható, hogy a széndioxid hatására a két gyufa elaludt. A széndioxid nem táplálja az égést, még a másik pohárban a gyufák még mindig égnek.